sorry. Folytassuk az angol nyelvleckénket, ugye elérkeztünk az S betűhöz, itt pedig a stoner filmek találhatók. Ugye a stoner filmek azok a füves vígjátékokat fedik. A főhős egy ilyen belassult, mondjuk ezt egy ilyen idióta, loser és nagybani fűfelhasználó. Ezt szoktuk egyébként jó magyar kifejezéssel élve smokernek is nevezni, de mi maradjunk a stonernél, mert az egy picit menőbb. Wanna get drunk? Get some body in your face? It's 8:15 in the morning. Jó, hát az, hogy mennyire idióták a stonerek, vagy hát ugye a filmes ábrázolások mennyire tendel ugye az idiotizmusok felé, hát rendszerint ilyen idiótaként vannak ábrázolva. Maradjunk ennyiben, ugye, hogy a politikai korrektség tér felé megmaradjunk. Egyébként mindenki ismer ilyen filmet, még az is, aki azt gondolja, hogy nem ismer, ugye Kevin Smith munkássága nagyjából egy az egyben beleesik ugye a stoner filmek kategóriájába, de hát ott van James Franco is, filmjének a fele stoner film, ugye a Pineapple Express, az, vagy a This is the End, vagy a Royal Highness, ugye a Seth Rogennel egyetemben ők ugye a stoner film nagy bajnokai, de hogy egy ilyen közelmúltbeli példát is mondjak, ugye itt voltak a Ted filmek, ugye a Ted a játékmackó, hát itt már a játékmackó is füvezett ezekben a filmekben, nem csak Mark Wahlberg. És ugye van egy másik filmtípusunk is, hát erre nincs külön kifejezés. Ugye ezekben a filmekben ugye a főhős, mondjuk Gipsz Jakab vagy Gipsz Jakab, néha egyszer csak rádöbben arra, ugye egy ilyen hétköznapi emberről van szó, hogy hát ő valójában egy titkos ügynök, egy ilyen szuper titkos ügynök, csak hát ő nem emlékszik rá, hogy az hogy történt meg vele, és akkor ugye a háziasszonyból vagy a tisztes polgári létet folytató emberkéből előbújik a szuperügynök. Ezen a héten egy olyan filmet üdvözölhetünk a mozikban, amiben ez a két típus ad randevút egymásnak, a Beszervezve ez a cím. Hát egy kis, jó, nem illik így a címeket színni, mert ez olyan, mégis csak olyan pím dolog így rámenni a címre, de ugye egy Beszervezve, így a szer az nagybetűvel van írva, hogy értsük, ugye a szer, a fű, stb. Értjük és szeretjük is a poén. Lehet, hogy fölösleges volt ennyi nagybetűt beletenni a címbe. Hey, stop doing stuff to my car. Nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Jesse Eisenberg játssza azt a belassult stoner arcot, az ő ilyen kisvárosi igazi lúzert, és hogy az ő csaja pedig Kristen Stewart, ugye a Twilight-os csajról van szó. És ezek ketten egyszer csak egy ilyen szuper titkos nagy kormány közeli leszámolási akció céltáblájává válnak, hát maguk se tudják eleinte, hogy miért. És hát Jesse-ből előbújik a szuper ügynök egyszer csak ebből a belassult srácból. Ugye hát Eisenberg hozza ezeket ugye a Zuckerbergként megismert kis tikjeit és manírjait, Kristen Stewart pedig hát többször mosolyog is a filmben, amitől nem is tűnik most olyan vámpírosnak, hogy egyébként szokott. Ötből két poén működik, nyár végére valószínűleg ez egy tulajdonképpen egy elfogadható arány. Én egy kicsit untam ezt a filmet, úgy egy sokkal jobb, egy sokkal pörgősebb vígjáték lehetősége is úgy ott van az egészben. Kis jó indulattal legyen ez egy 10-ből 5-ös film. A mozikban még Guy Ritchie új filmje, az Uncle embere, ugye egy tévésorozat megfilmesítéséről van szó.